Tisztelt szülők, kedves kollégák, kedves növendékek! Különös tanévet zárunk, talán még fel sem fogtuk, hogy vége. Nagy tervekkel indultunk szeptemberben. Koncertek, versenyek, rendezvények egész sor állt előttünk. Negyedik alkalommal rendeztük meg novemberben a Magyar Dallamok Miskolci Tehetségnapot a Zenepalotában, ahol a város alap-, közép- és felsőfokú zeneoktatási intézményei képviseltették magukat egy koncerten belül. November végén nagyszabású jubileumi hangversenyt adott a Zenepalotában a fennállásának 15. évfordulóját ünneplő Kisharang együttesünk. Énekeseink országos és nemzetközi versenyekről tértek haza gyönyörű eredményekkel. A gitárosok a kelet-magyarországi gitárversenyen vettek részt eredményesen Nyíregyházán. A vonós növendékeink az országos Bihari János hegedű, gordonka és vonós kamarazenei fesztiválon értek el kimagasló sikereket Abonyban. A zongoristák nemzetközi, országos és megyei versenyeken aratták le a babérokat. Fúvósaink a regionális fafúvós versenyen álltak helyt kimagasló eredménnyel. Kiemelt aranyminősítést kaptak növendékeink az első magyar kortárs kamarazenei fesztiválon Budapesten. A versenyeredményekről és az ehhez kapcsolódó díjakról készített részletes összefoglalást honlapunkon közzétesszük. Nagykorok, nagymesterek, nagyművek címmel négyfordulós országos zenetörténeti vetélkedőt rendezett iskolánkban dr. Varga Károly tanár úr, aki 94 évesen Budapestről jött el közénk. Lelkesen készültünk a 10. jubileumi megyei furulyás találkozóra, a jubileumi alapítványi gálahangversenyre a Zenepalotában. Nagy összefogással izgatottan vártuk egy norvég ifjúsági zenekar vendégszereplését közöttünk, melyre még a norvég nagykövet úr is elfogadta meghívásunkat, és készült eljönni családjával együtt. Ezúton is köszönjük a kedves szülők felajánlott vendégszeretetét, lelkes segítségét az előkészületekben. Terveztük idén is a Zeneszárnyain gyermeknapi rendezvényt, illetve a népszerű zeneszánsz zenés vigasságok megvalósítását. Március 7-én még megtartottuk rendhagyó növendékhangversenyünket a Zenepalotában, de ekkor már a koronavírus megjelent hazánkban is. Minden tervünk, álmunk szerte foszlott. A honlapunkon beúszó feliratokat láthattunk. Jubileumi alapítványi koncert elmarad. Tanári hangverseny elmarad. A megyei furulyás találkozó elmaradt. A norvég vendégegyüttes már nem utazhatott külföldre. Március közepén hirtelen megváltozott minden körülöttünk. Egy hét sem telt bele, és hihetetlen bravúrral átálltunk a digitális oktatásra. Nagy terhet rótt a családokra, szülőkre, gyerekekre, tanárokra egyaránt ez a digitális távoktatás. Hálásak vagyunk, és ezúton is köszönjük növendékeinknek és a kedves szülőknek, hogy mindemellett partnerek voltak a zeneoktatás digitális formában történő megvalósításában. Az egyéni és csoportos órák különféle platformokon keresztül zajlottak, kiki a technikai lehetőségeihez mérten igyekezett a legtöbbet kihozni ebből a helyzetből. Az évvégi vizsgafelvételek, B-tagozatos vizsgák, művészeti alap- és záróvizsgák, online versenyeredmények mind arról tanúskodtak, hogy eredményes, színvonalas munka folyt az elmúlt 3 hónapban is. Ezt prezentálja kis összeállításunk, mely a Facebook oldalunkon megtalálható. Mindez megerősít abban, hogy ahol ilyen áldozatokra képesek tanárok, gyerekek, szülők, ott van jövője a zeneoktatásnak. Kodály Zoltán 1966-ban már megfogalmazta, hogy mechanizálódó korunk olyan úton halad, melynek végén az ember géppé válik. Ettől csak az ének szelleme véd meg.
az azóta eltelt 54 év alatt valóban hatalmas technikai fejlődésen mentünk keresztül. Ezt az elmúlt 3 hónapban saját bőrünkön megtapasztalhattuk. De ahogy Kodá írta, van számunkra egy ellenszer, az ének, a zene. Hiszem, hogy növendékeink, akik élnek a zenetanulás lehetőségével, ilyen védettséget szereznek. Büszkék vagyunk arra, hogy 11 növendékünk a Bartók Béla Zenei és Táncművészeti Szakgimnáziumban folytatja zenei tanulmányait. Közülük 2 online felvételiztek a távoktatás időszakában. Szeretettel gratulálunk, és sok sikert kívánunk további tanulmányaikhoz. Az Erkel Ferenc Zeneiskola ebben a tanévben ünnepelte fennállásának 70. évfordulóját. A jubileumi rendezvénysorozatra már nem kerülhetett sor. Viszont nagy megtiszteltetés mindannyiunk számára, hogy a városnapján Miskolc megyei jogú város közgyűlése nívódíjjal tüntette ki a jubiláló tagiskolát. Szívből gratulálunk, és köszönjük mindazoknak, akik színvonalas munkájukkal hozzájárultak a tagintézmény sikeréhez, eredményességéhez. Köszönöm a kedves szülőknek az egész éves sok segítséget, támogatást, de kiváltképpen a távoktatás időszakában tapasztalt pozitív, segítőkész hozzáállást. Köszönöm kollégáimnak a színvonalas, eredményes, sok kreativitást igénylő munkáját. És köszönöm növendékeinknek a kitartást, szorgalmat, elszántságot és a szép eredményeket. Bízunk benne, hogy az új tanévet már személyes találkozás formájában kezdhetjük, és sikerül megvalósítanunk elmaradt programjainkat, terveinket. Mindenkinek jó pihenést, élményekben gazdag nyári szünidőt kívánok. A 2019-2020-as tanévet bezár.